Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Természetesen először itt párkapcsolatra gondolunk, de ha nálad más témák vannak, és szeretnéd tudni, hogy mit gondol a barátnőd, vagy hogy érzi magát a főnököd, vagy az anyukád, valaki a környezetedben, akkor természetesen átviheted ezt az általános jóslást erre a bizonyos személyre is. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt a hajó jelenti a reményt. A remény, hogy te hűséges vagy hozzá. Vagy a reményt, hogy te barátságos maradsz. A hajó jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat, és itt a kutyánál akkor barátságokról van szó. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát, a halak jelentik az anyagiakat, és az anyagiak terén valami átláthatatlan. Nem tudja, milyen szerződések vannak, hova kellene pénzt befektetni, vagy honnan jön pénz. Nem tudja azt, hogy tudná az anyagi dolgokat rendezni. A halak jelentik a belső értékeket is. Itt is valami átláthatatlan, hiszen nem tudja azt, hogy te értékeled-e őt. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni irányodba. Ez a hegyvidék jelentheti ezt a környezetet. Egy kirándulás, vagy egy költözködés a hegyekbe. De gyakran jelenti a problémákat, és itt látható egy üzenet, egy levél. Tehát ez a személy, akire gondolsz, beszámol a problémáiról. Vagy úgy ír, ami számodra átláthatatlan, és ez számodra problémás helyzetet jelenthet. Mi köt össze benneteket? Itt látható a mozgás, lesznek változások, előre mennek az események. Ez a lovas férfi jelentett kirándulást, és itt megjelenik a hegyvidék, az utazás. Ez a kártya is utalhat utazásra, hogy lesz egy kirándulás, vagy lesz egy meghívás, vagy valaki közeledik hozzád. Ez a lovas férfi mindazt jelentheti, ami mozog, sport, autó, vagy jelenthet egy másik férfit is, aki közeledik hozzád. Emiatt ő olyan bizonytalan, nem tudja azt, hogy értékeled-e őt, és ez, ami őt blokkol jelenleg. De hát itt lehet egy másik férfival kapcsolat, ez lehet egy külföldi kapcsolat is, de jelentheti azt is, hogy mozgás lesz, előre mennek a dolgok, lesz egy utazás, lesznek változások, ez lehet egy költözködés is. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!